szerződések. Nagyon fontos, hogy azonnal le kell állítani a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat. Tehát ezek most jelenleg törvénytelenül folynak. Ezt már kértük szépen, kértük hangosan, kértük jogilag, kértük a politikusoktól, és eddig nem teljesítették, és ezért úgy gondoltuk, hogy azon a helyen tesszük meg, aki a legtöbbet tehet érte, ez jelenleg a házelnök, hiszen ezt a parlamentnek lenne jogköre azonnali hatállyal elrendelni. Hogyan fog kinézni ez a demonstráció? Itt gyakorlatilag most 72 órán keresztül éhezni fogunk, hárman biztosan, nem fogunk aludni ez idő alatt, éhezni azért, mert milliók éheznek Magyarországon, nem aludni azért, mert nagyon sok ember már nem tud aludni a stressztől, amiről itt szó van, csak vizet fogunk inni, mások pedig szimpatizánsok lesznek itt velünk, beszélgetni fogunk, virasztani egészen 72 órán keresztül, és csütörtökön 4 órától pedig egy hangos demonstrációval fogjuk követelni a végrehajtások, kilakoltatások leállítását. Láttam, hogy szórólapokat is osztanak a környéken. A környébeli lakosoknak igen, már kétszer voltunk itt spontán, bennem jelentett tüntetésen, és ott volt, aki ezt okon vette, hogy hangosak voltunk, miért jöttünk ide, nem tudták, és ebben a szórólapban magyarázzuk el nekik, hogy mit teszünk, értük is tesszük, és bizony előfordulhat, hogy némi kellemetlenséggel fog járni, hogy itt megjelenik néhány ember, türelmüket kértük az embereknek, illetve várjuk őket, ez is szerepel benne, ha mondjuk a hitelpapírjaikkal idejönnek, itt azért lesznek hozzáértők, akik rá tudnak mutatni, hogy hol a hiba és mit lehet tenni. Minden élethelyzetben más az, amit tenni lehet. A NEMA és egy sztrájkon kívül a házelnöknek bármilyen petíciót át kívánnak-e adni, kívánnak-e vele személyesen beszélni, mit terveznek? Igen, ha ő kijön, akkor igen. Bár a múltkor nem volt hajlandó beszélni velünk, amikor itt voltunk, akkor jött éppen haza, és azt mondta, hogy ő nem hajlandó velünk szóba állni. Mi pedig nem vettük így már az időt és az energiát arra, hogy neki bármit is tegyünk. Ha itt lesz időnk megírni, akkor esetleg megírjuk neki. Hanem akkor úgyis tudja, mit szeretnénk, úgyis tudja, hogy ezt követeljük már lassan másfél éve. Gyakorlatilag nem hiszem, hogy újat tudnánk mondani. Most ő rajtuk van a sor, hogy jöjjenek, és azt mondják, hogy jöjjünk be, és beszéljünk róla. Köszönöm szépen. Hello, Jobbik. Jobbikról nem beszéltünk erről az akcióról. És egyébként van kapcsolatunk? Nem minden párttal van kapcsolatunk. Mi voltunk korábban munkáspárti tüntetésen, én el voltam a Gyurcsánynak a parlament körüli élőláncán. Nem hiszem, hogy bármelyik párthoz kötődnénk, de van természetesen tárgyalunk, beszélgetünk velük, tudjuk, mit csinálnak, a kerekasztalon részt veszünk, de ha más hívná össze a kerekasztalt, akkor oda is mennénk. Vagy ha eljönnének a kerekasztalra, szívesen látnánk mindenki. Tehát akkor ő is ez párfüggetlen. Abszolút párfüggetlen, tehát nem terveztünk ilyet, hogy bármelyik pártot, de bárkit szívesen látunk. Tehát ha ide jön a Fidesztől valaki, őt is szívesen látunk. Jó, nekem ennyi lett volna. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont.